A magyarországi németek elhurcolása 1946. januárjában kezdődött. Ekkor kötöttek batyut, legalább 220-230 ezeren is indultak el velük a vagonok. A kitelepítettek és a Málenki robotra elhurcoltak szemszögéből készült a közelmúltban egy színdarab, Bündeltánc, Batyutánc címmel. A darab szereplői maguk is az igazságtalan történelmi események áldozatainak leszármazottai. A fekedi ősbemutató után egy másik baranyai sváb faluban, Sombereken is előadták a darabot. Érdekes, hogy gyerekként ezt nem nagyon tudtam komolyan venni, mert ugye meséltek erről a kitelepítésről, és ez nekem olyan volt gyerekként, mint amikor most én azt mondom valakinek, hogy játszottam a Bayern Münchenbe, tehát gyakorlatilag nem jelentett semmit, tehát ilyen illúziókat kergetett számomra, és most így a próbaidőszak végére érkezett meg, hogy mi is történt valójában, és gyakorlatilag a főpróbán és az előadásokon a végére nálam le is nullázódott minden, és bőgtem. Ki kell mondani, hogy sírtam az előadás végére. A színdarab megformálását egy alkotócsoport végezte, akik Ákli Krisztián vezetésével csak erre a munkára álltak össze, a forgatókönyvet pedig az élet írta. Arra törekedtünk, hogy nem is ilyen személyes érintettségek voltak, hanem hogy mik azok, amik ilyen globálissá tudnak válni. De nekem például nagyon megindító volt egy történet, én azt hiszem, hogy ez egy ilyen Duna-Bogdányi interjúba hangzott el, hogy hát kitelepítették a családot, és a kutyát ott kellett, hogy hagyják, és a szomszéd meg nem bírta nézni, hogy szenved a kutya, és agyonütötte. És ilyen, ezek apró történetek, vagy ilyen, nem tudom, nagyon, nekem például ez valami nagyon megragadt. Az alkotók létrehoztak egy csoportot is a közösségi oldalon, oda küldhették be a sváb családok történeteiket. A rendező ezekből a történetekből és az azokra épülő szituációs gyakorlatokból alkotta meg a darab érzelmi hátterét, keltette életre a kor hangulatát.